A keleti csoport második helyezettje fogadta a lista vezetőt, ennek ellenére kevesen számítottak szoros mérkőzésre. A hibátlan bajnoki mutatóval érkező fővárosiak az első negyedet 4 ponttal, a másodikat pedig 10-zel nyerték a csak felvillanásokra képes NKS ellen. A harmadik 10 percben újabb 13 pontot tett hozzá előnyéhez a bajnok jelölt, így számukra még az is belefért, hogy a hazaiak 7 ponttal megnyerik az utolsó negyedet. Minden tekintetben az átlagkorban is sokkal rutinosabb csapat érkezett, magasságban is sokkal jobb szerkezett csapat érkezett, tehát alapvetően nem voltunk egy súlycsoportban az MTK-val, természetesen megpróbáltuk megnyezíteni a dolgokat minden téren. Talán, hogyha pontosabban dobunk, és azok a helyzetek, amik most nem befelestek a gyűrűbe, azok beesnek, akkor talán lehetett még egy szorosabb mérkőzést játszani, de az MTK szerintem nem igazán fogja tudni ebben az évben senki megverni. A nyíregyházi kosársuli veresége ellenére is megőrizte második helyét a tabellán, sőt az is biztos, hogy az alapszakasz utolsó meccsének eredményétől függetlenül ebben a pozícióban zárja a bajnokság első szakaszát Farkasinszky Gyuláné együttese. Bármi is történik a kisnekét, ha nem lenne szabad kikapnunk. Egy esetleg vereség is egyébként nem akadályozza meg azt, hogy a második helyen végezzünk, hogy ez olyan szempontból jó nekünk, hogy akkor kétszer tudunk hazai pályán játszani majd a következő mérkőzéseken. Ugye egyértelmű, tehát az első négy, az keresztjátékot játszik, 1-4-2-3, és mindig aki előré végzett a bajnokságban, tehát mondjuk a kelet második lettünk, és a nyugat harmadikkal fogunk játszani, és így nekünk jutott az a szerencse, hogy mi fogunk kétszer hazai pályán mérkőzést játszani, hát legalábbis remélem, hogy ez a mi esetünkben ez szerencse lesz, és nem hátráltatni fogja a lányokat. A nyugati csoport harmadik helyén a Tatabánya végzett, így a nyíregyháziak a korábbi évekből már jól ismert ellenféllel szemben harcolhatják ki a legjobb négy közé jutást.